Sziasztok! Ez itt a Tökéletlen Történelem, és ebben a videóban a szendvics hihetetlenül izgalmas történetét mutatjuk be nektek. Ha tetszenek a cicák, látogass el a webshopba és választ egyet az új kollekcióból, vagy támogathatsz minket a Patreonon is. A linket megtalálod a leírásban. Az egyik legegyszerűbb és legkézenfekvőbb fogásunk a szendvics. Bármilyen étkezésre fogyasztható, egyszerűen elkészíthető, és akár magunkkal is vihető. Annyira egyszerű, hogy nem is gondolnánk, hogy egyszer valakinek ezt ki kellett találni. A szendvics története a kenyérsütéssel kezdődik. Kezdetben a megőrölt magot vízzel keverték, és forró kövön megsütötték. Az első kenyerek árpából, rozsból, zabból és kölesből készülhettek. Ezek lapos, kerek és leginkább kemény kenyerek voltak, amik gyermekek és idősek számára nehezen voltak fogyaszthatóak. Az első igazi pékek egyiptomiak voltak. Ők jöttek rá arra is, hogyha a kenyérmasszát pihentetik, akkor abban buborékok keletkeznek, ezzel lágyabb, finomabb kenyeret eredményezve. Egyiptomban 20 féle kenyeret ismertek, később a görögök már 72 félét. Rómában már vagyoni helyzetet is szimbolizált a kenyér. A gazdagabbak fehér, búza kenyeret, a szegények korpásat, míg a rabszolgák rozs kenyeret ettek. Ez a megkülönböztetés a középkorban is megmaradt. Magyarországon a 14. századtól vannak rendszeres péktevékenységre utaló leírások. Amerika felfedezésével, az onnan érkező új növényekkel, leginkább burgonyával és kukoricával dúsították a kenyeret. Később, az ipari forradalom után a gépesítés lehetővé tette a kenyér nagy üzemekben történő gyártását. Manapság pedig rengeteg féle kenyér közül választhatunk az aktuális trendeknek megfelelően. A kenyér lehet fehér, rozs, teljes kiérlésű, szénhidrát csökkentett, zöldséges, a variációk száma végtelen. John Montagu, a szendvics negyedik grófja, 1718. november 13-án született. Iskolái elvégzése után európai körutazásra indult, és kevésbé népszerű úti célokat is felkeresett, mint például Egyiptom vagy Törökország. Utazásait befejezve elfoglalta a helyét a lordok házában, ahol politikai karrierje felfelé ívelt. Számos egyéb tisztsége mellett háromszor volt a brit admiralitás első lordja, vagyis haditengerészeti miniszter. A gróf lelkes támogatója volt James Cook kapitánynak, és jóvá hagyta második és harmadik útjának pénzügyi támogatását, valamint a kapitánynak audienciát is szervezett a királynál, ami ekkor meglehetősen szokatlan volt. Hálából Cook róla nevezte el Hawaii-t Sandwich szigeteknek, valamint több kisebb szigetet is az Atlanti-óceánon és Ausztrália partjai mentén. A Lord nagyon szeretett kártyázni, olyannyira, hogy egyszer 24 órán keresztül játszott. Bár éhes volt, nem akarta megszakítani a partit azért, hogy olyan kevéssé fontos tevékenységre pazarolja az idejét, mint az étkezés. Ezért szolgájának megparancsolta, hogy hozzon neki kenyeret és húst. Ezt aztán egymásra tette, és így fogyasztotta el, míg a másik kezével szabadon tudta folytatni a kártyázást. Ez a fogás aztán megtetszett játékostársainak is, és ők is gyakran rendeltek maguknak ilyen ételt. Ezzel a Lord megalkotta a modern szendvicset, így halhatatlanná téve nevét. A sonkás szendvics receptje 1827-ben pedig már bekerült egy szakácskönyvbe is, mint főétel. Amerikát 1900-tól kezdte el meghódítani ez az egyszerű fogás. Ezután kezdetét vette a szendvics forradalom. Az egyik talán leghíresebb szendvics az 1914-ben megalkotott Ruben szendvics, ami roskenyérből, vastag réteg sült húsból, svájci sajtból és öntetből áll, melegen szervírozva. Az ugyanilyen hírnévnek örvendő klub szendvics alapvetően 5 alapanyagból készül. Toastkenyér, majonéz, csirkehús, békön és saláta. Ezután a szendvics hódításának semmi sem szabott határt. Minden nemzet megalkotta saját szendvics változatait. Közöttük a gyroszt, hamburgert, tortillát, takót és így tovább. Szerintünk a hagyományos retro szalámis, sajtos, csemegeuborkás, főtt tojás karikával és piros aranyjal díszített szendvics mindent visz. Neked melyik a kedvenc szendvicsed? Az ötleteket várjuk a komment szekcióban. Köszönjük az adományokat Patreon támogatóinknak. Külön köszönjük császári adományozónknak, Kertész Ádámnak a nagy lelkű támogatást. Ha
Ha tetszett a videó, lájkold, oszd meg barátaiddal, és kommentben írd meg, hogy mit látnál még szívesen ezen a csatornán. Hogy le ne maradj a következő videókról, iratkozz fel, és kapcsold be az értesítéseket is. Sziasztok!